golyócsúszdába. A golyócsúszdából kieső golyó meglök egy dominósort, a dominós löketének hatására az utolsó dominó meglök egy mérlekhintát. A mérlekhintára helyezett pohár, melybe acetont töltöttünk, kiborul, beleömlik egy tálcába, melynek hungarocell darab támaszt egy csempelapot. Az aceton hatására a hungarocell lebomlik, az általa támasztott csempelap leborul. A csempelap ráesik egy elosztó bekapcsoló gombjára, így az bekapcsol és elindít egy ventilátort. A ventilátor által képzett légmozgás meghajt egy szélmalmot, melynek következtében felkapcsol egy kis LED lámpa. Amikor a kísérlet elején a nájlonharisnya elszakadt, meglökött egy kalapácsingát. A kalapács meglökött egy hungarocelt, melyre három fiola volt ragasztva. Az első fiolába ecet volt töltve, a másodikba szintén ecet. A harmadikba szóda bikarbóna oldat. A lökés hatására kiborulnak a folyadékok. Az első tálban lila káposzta volt, a másodikban szóda bikarbóna oldat, a harmadikban pedig cseresznye főzelék. A folyadék hatására bekövetkező változások. A lila káposzta színe savas közegben pirosra változott. A cseresznye színe pedig lúgos közegben zöld lett. A szódabikarbonára kerülő ecet hatására szénioxid keletkezett, melynek következtében a folyadék kifutott. A három folyadék országunk zászlajának színeit ábrázolja. A kísérlet összeállításakor törekedtünk a fenntarthatóságra, megjelenik benne a zöld energia, illetve újrahasznosított anyagokat is használtunk a kísérlet során.